kifejezetten jól érzi magát ez a banánfa ebben a töröcskei kis kertben. Két száron is kukorica csőhöz hasonló termést hozott, majd virágba borult a trópusi növény idén először. Vélhetően a desszert banánok egyik fajtájáról lehet szó. Ahogy így ledobta a leveleket, mögött észrevettük, hogy az ilyen kis, egyelőre még kis picikek kis banánkezdemények sorakoznak. És mind a kettőnél, mi is meglepődtünk, ilyet még sose csinált. A banánfát a kaposvári család elsősorban dísznövénynek ültette a ház mellé, bár az elmúlt pár évben hallottak már róla, hogy itthon is egyre többen próbálkoznak termesztéssel, azt nem remélték, hogy városi körülmények között náluk is termőre fordulhat. A banánfát az egyik nagyon kedves kercomszétuktól kaptuk körülbelül 7 évvel ezelőtt. Ők is pici 20 cm-es kis magonsz kis cserje volt, itt, itt volt jobban a helyünk, meg itt, ugye itt van a filagória, szépen ki van alakítva, úgy, úgy gondoltuk, hogy itt egy nagyon szép dísz lesz a kertnek. Gondoztuk, tehát rendszeresen locsoltuk, tápoldatot, azt nagyon sokat igényel, a banán szeret, mindenféle tápot szeret, nem is nem is volt belőle hiány, és több, több tő alakult ki belőle, most még nem is a legmagasabb állapotban van, tehát ennél akár még két méterrel magasabbra is megszokott nálunk nőni. A kaposvári banánfa eddig sikeresen átvészelte az időjárás viszontagságait. Az erős szél olykor ugyan megtépázta a jellegzetes leveleit, de a nyári égesők nem tettek benne nagyobb kárt. Ahhoz azonban, hogy az apró banánok beéljenek, virágzástól számítva 6-8 hónapon keresztül 20 fok feletti hőmérséklet szükséges, be a téli hónapok is beleesnek, így kicsi a szüretelés esélye. Akár fél méter vagy méteres hosszú termésfűzér is lehet rajta. Télre, télre természetesen visszaszoktuk vágni pont azért, mert trópusi növény. Letakarjuk gondosan akár falevelekkel, és egy hatalmas szüretelődésát szoktunk ráfordítani. Az tavasszal, amikor már úgy látjuk, hogy az idő engedi, azt levesszük. Horváth Andrási kertjében még számos egzotikus növény megtalálható. Citromból is van, amelyet már meg is kóstolhattak, továbbá fügefa is tarkítja a szép udvart, amelynek termését nyersen vagy feldolgozva is szívesen fogyasztják.